Üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, én Bele Marci vagyok, és ez a Daily Win Extra, ahol sikeres edzőkkel beszélgetek, hogy mit tesz ki egy jó edzőt, és mi okozta az ő életükben, hogy jó edzővé válja. Mai vendégem egy igazi legenda. Vezetése alatt a magyar vízilabda válogatott 24 alkalommal szerzett érmet, 29 kontinentális világbajnokságon, amin elindult, köztük három olimpiai aranyat 2000 és 2008 között. Meg annyi kitüntetésben részesítették pályafutása során, köztük mesteredzői cím, évedzője cím és évvezetője cím. Kemény Dénes, üdvözlöm a showban. Köszönöm, hogy elfogadta a kívást. Én is üdvözlök mindenkit szeretettel, nagyon felkészültél, Marci. Próbáltam, aztán meglátjuk így a beszélgetés alatt, hogy mennyire is. Kezdjük akkor azzal a kérdéssel, amit minden edzőtől meg szoktam kérdezni, hogy ön szerint mit tesz ki egy jó edzőt? Milyen készségek kellene ahhoz, hogy valaki jó edzővé váljon? Nézd, edző az elsősorban nyilván alapvetően egy volt jó sportolója, vagy legalábbis volt sportolója annak a szakágnak, ahol edzővé válik. Ez az alap. Nem nagyon láttam még nagy sikereket elérőt. Nagyon ritkán előfordul, de nem nagyon láttam még, hogy valaki más sportágból, vagy sportút nélkül kezdjen edzősködni. Ez az alap. Most ugyanúgy, mint a gazdasági életben azt érzékelem, hogy nagyon sokszor azt szerint jelölnek ki vezetőket, tehát jelen esetben mondjuk edzőt, hogy valaki milyen magas szinten csinálta, beosztottként ugyanazt a területet. Uh-huh. Ami hát egy kockázatos dolog, mert azt még nem tudjuk, hogy milyen vezetőnek. Tehát most mondok egy példát, mint van egy részleg egy cégnél, dolgoznak 40 szakemberek, valamilyen oknál fogva vezetőváltásra van szükség, és akkor a 40 szakember közül a legjobban teljesítő, a legjobb szakembert kiválasztják főnöknek. Most egyfelől van egy stabilitása a helyzetnek, mert ért hozzá, ezt a kollégák tudják. A másik oldalát viszont nem tudjuk, hogy a vezetői tulajdonságai azok milyenek, az majd ki fog csak derülni, vagy meg kell menet közben tanulja. Na most a sportban ugyanez a helyzet, de nyilván nélkülözhetetlen az, hogy az ember hiteles legyen, és a hitelességet az elején azért nyilvánvalóan egy magas szintű sportmúlt az stabilan adja, tehát nem érthet jobban, mondjuk beszéljük az én példámról, a vízilabdához, a segédedzőm nem érthet jobban a vízilabdához a játékosom, mert abban a pillanatban a rendszer megborul. Tehát ez az alapja, hogy az legyen így, tehát tudja mindenki, de egyáltalán, hogy ez legyen az alaptény, állás, hogy egy edző ért a sportágához. Az, hogy valakiből aztán eredményes edző legyen, az csomó egyéb dolgon múlik, és mind ahogy az előbb említettem a gazdasági életre példaként, ott sem oktatnak, én például az állatorvosi egyetemet végeztem el, az nehéz egyetem, 6 évig tart, és elkerültem Tatabányára dolgozni, ahol a régebben ott dolgozó kollega volt a városi főállatorvos, nála pár éve fiatalabb volt a városi állatorvos, és akkor én lettem a utolsó kerék a szekérbe. De azt nem tudjuk soha meg, hogy a városi főállatorvos az hogy lett jó vezető. Azt tudjuk, hogy nyilván egy nagy tapasztalatú kollega volt, ezért kinevezték a kora alapján főnöknek. Most visszatérve az edzősködésre, tehát ugye ott tartottunk, hogy legyen meg az alap, az pedig a szakmai tudás. Tehát anélkül az egész semmi. Nem ér, mert az ember elveszíti a tekintélyét nagyon gyorsan, nem ér, mert egyébként meg valószínűleg szakmai alapon rossz döntéseket is hoz, stb. Az, hogy eredményes legyen, ahhoz kellenek tehetséges, és erről majd szívesen kitérek, hogy én mit értek tehetség alatt, tehetséges sportolók, akikkel foglalkozik. Ez a második alap. És e fölött pedig már hasonló tulajdonságok kellenek, ami nem csak a sportban fontos. Szorgalom, alázat, önmagad továbbképzése folyamatosan, a helyzet állandó felmérése abból, kiszűrni,
önkritikusan az addigi hibákat, akár legyen ez egy konkrét, mondjuk a te esetben verseny, az én esetemben egy meccs, megnézni, hogy nyertünk, vagy mit tudom, jó eredményt értél el, de, és akkor az ember megtalál 3-4 olyan dolgot, ami szerencsére nem hozott vereséget, de hozhatott volna, mert hiba volt. Most nyilván ez sokkal könnyebb megcsinálni egy vereség után, mert akkor az ember sokkal inkább keresgéli a saját hibáit, de az igazán nehéz feladat, és az ilyen esetemben ebben a válogatottban, hogy ennél a válogatott nagyon gyakran kellett győzelemből fejlődni, az ember lelkileg nem olyan nagyon van felkészítve az önkritikus analízisre egy győzelem után. Hát a játékosok meg egyáltalán nem. Igen. Tehát rögcsének a hátam mögött, hogy mit magyarázít, hogy én mit hibáztam, meg te mit hibáztál, meg ő mit hibázott, amikor nyertünk. Hát azt magyarázom, hogy legközelebb ugyanezzel majd kikapunk, hogy ezeket a hibákat megismételjük, és az ember ugye, mivel ez a meccs megvan, már nem ezzel foglalkozik, hanem a következővel, ebből csak azokat a segítségeket szedi ki, amik vannak benne. Kicsit hosszabban válaszoltam, gondolom, meg nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, és ezt majd nyilván a kérdéseid kapcsán elmondom, de most egy kicsit kinyitottam abszolút, és rengeteg jó gondolat van, amire mindenképpen ki szeretnék térni, köztük a vezetői lét, a tehetségnek a gondozása és megtalálása, vagy pedig a most említett, hogy a nyereségeinkből megjelen az a belső késztetés, hogy nyereségeinkből is találjuk meg azokat a dolgokat, amiből tanulni tudunk. Mert legtöbbször én például a klienseimmel ez abszolút elő szokott jönni, hogy állnak hozzá magához a vereséghez, mert legtöbbször azért szeretnének nyerni, mert nem szeretnének veszíteni. És hogy... Erre azt mondom, erre szeretnék nyerni, hogy ne kapjak ki, hogy most ebből indul az a motiváció, hogy nyerni szeretnék, másodlagos, azt gondolom, hogy valami legyen. Lehet, azt, viszont... Ha ne kapjak ki, az is jó, hogy már legjobb az lenne, hogy győzzek, és kész. Hogyne. Tudod, mi például két olimpiára is úgy mentünk, hogy mi voltunk a célkeresztben, mert az előző évben nyertünk, mégpedig mind a kétszer két aranyat. 99-ben is kettőt nyertünk, úgy mentünk a Sydney olimpiára, és 2003-ban is kettőt nyertünk, és úgy mentünk a Athéni olimpiára. Ha most hát, hogy ha az ember ilyenkor hátradől, hogy két világversenyből két aranyérmen van, tehát jövőre nyerek, azért az az első lépés ahhoz, hogy ne nyerjél. Tehát ha viszont abból indulsz ki, ami a valóság, hogy minden riválisod, aki nyerni akar, az most mit csinál? Hát a győztest analizálja, mert az tudja, hogy az idei győztest jövőre, ha nem előzi meg, akkor nem fog nyerni. Nyilván mindenkit meg kell előzni, de a legkönnyebb fölkészülni a legjobbból, és hogyha valaki kettőből két aranyat nyer, akkor azt kijelenthetjük arra azért, hogy a legjobb. Igen. Tehát ha mi neki megyünk azzal a tudással egy év múlva egy világversenynek, amivel az előző évben nyertünk két aranyat, az biztos, hogy kevés lesz, mert az összes ellenfél felkészül belőle, és felkészíti magát 2-3 góllal jobbként, mint amit a legfontosabb vagy a legerősebb csapattal szembeni győzelem reményében ő megtehet. Tehát én nekem is tovább kell fejlődjek, 2-3 gólt, ahhoz képest én vagyok a legjobb a világon. És lehet mondani, hogy volt ez így tudatosítva, hogy oké, akkor mi kvázi magunk ellen készülünk, mint a legjobbak ellen, és hogyha azt meg tudjuk nőni 2-3 góllal, akkor ott leszünk, vagy mi volt a háttéres gondolat emelet? Ennek egy részét el tudod mondani a játékosaidnak, tehát a beosztottjaidnak, egy részét pedig nem. Tehát szerintem nem kell azért őket túlterhelni, annyi fontos volt, hogy tudják, hogy az nem lesz elég jövőre, ami idén elég volt, tehát mindenképpen javulnunk kell, fejlődnünk kell, hogyha az álmainkat meg kell valósítani. És ennyi elég volt az, hogy most én úgy analizáljak egy mérkőzésünket, egy videófelvételt, hogy átteszem a saját szemeimet az ellenfél edzőjének a fejébe. Magyarul azt nézem, hogyha én most lennék, mit tudom én, délszláv, vagy latin, tehát spanyol, olasz, tudom, horvát, szerb, stb. Edző, akkor én most nézve a magyar csapatot, mit látnék hibának, mit látnék gyenge pontnak, mit látnék olyannak, amit ki kell majd használni. Ha ezt meg tudod csinálni,
mint edző, akkor ezeket is el tudod hárítani, vagy legalábbis tudsz lépéseket tenni, hogy elhárítsd a személynek. Ha sikerül, az nagy mászli, vagy legalábbis az a cél, de ha nincsen ilyen célod, akkor meg se próbálod. Na most ezt már én a játékosokkal nem olyan nagyon osztottam, meguntig elég volt azt megértetni velük, amikor ugye világhírű győztesként ünneplik saját magukat, egyébként teljesen joggal, hogy gyerekek, ez kevés lesz jövőre, de szerencsére tudjuk. És mivel tudjuk, változtatni fogunk a felkészülésen, és még jobb állapotba fogunk érkezni, és még többféle helyzetre lesz majd válaszunk, és lesz minden játékfázisban egy-egy olyan meglepő, amit még eddig nem csináltunk, és eredményes taktikai húzásunk, hogyha bajba kerülünk, akkor ki tudjuk kapni a nyuszit a cilinderből. Különben, amit eddig tudtunk, az akkor már esetleg nem lesz elég. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy része az úgymond nyilvános, egy része pedig untig elég, hogyha egy edző a saját agyában megy előre, és ezt a gondolatot végigviszi, és ennek a mentén, hát még egy legfontosabb szót még nem mondtam ki, tehát mondjuk a munkavégzés alázata, hogyha ezzel teszi a dolgát, akkor azért legalább belenéz a tükörbe, ha véletlenül, ha mégis ki fog kapni. Mert azt látja, hogy amit rajta múlt, azt megtette, erre volt elég, ma nem volt szerencsénk, szembesült a nap, csalt a bíró, rohadt jól játszott ez a szemétláda ellenfél, stb. Minden benne van. És ezért ez is lett, hát azért azt még haza lehet hozni. Tehát. Hogyne. Azért nem kell azért annyira sírni. Igen, de azért minket két oldalas nemzeti sport kritikákkal illettek egy VB ezüst után, tehát azért nálunk magasan volt a mérce. Nem nagyon szokták ezt így velünk foglalkozó szakemberek kiemelni, ahogy te kezdted az egész beszélgetésnek a bevezetését, hogy 29-ből 24-szer érmet nyertünk. Azt gondolom, hogy ennek a csapatnak az ereje az ebből a számból sokkal jobban látszik, hogy nálunk a betli, az a ezüst vagy a bronz volt alapvetően. Mindenki az három olimpia aranyat emlegeti, ami nyilván nagyon feltűnő, de ez a 24-29-ből ez egy sokkal komolyabb sportteljesítmény, mint a három olimpia. Ez az a hosszú távú teljesítés, ami tényleg hosszú, mert nem az, hogy egyszer szerencsés lett, és nem az, hogy háromszor szerencsés, mert ez is le lehetne mondani, hogy oké, akkor az olimpián mindig valahogy úgy összejött a forma, vagy az, hogy nekik egy olyan verseny volt, hanem azon kívül is folyamatosan tudtak teljesíteni. Nézd, és ha már az olimpiát szóba hoztad, az olimpia az annyiban nem érdemtelenül nyertünk 4-ből 3-at, ami azért elfogadható arány, hogy az olimpia egy teljesen más, mint az összes többi verseny. Hogyne. Olimpián az ember faluban lakik, nem pedig egy 5-csillagos vagy 4-csillagos szállodában, mint egy speciális világversenyen, ami a sportági verseny, és igen, abban a városban akkor az a nagy esemény, egy úszó-vízilabda VB, egy vízilabda EB, megáll az élet, és vattázott, és csak a munkájára koncentráló élsportolókat látsz küzdeni a vízben. Nyilván ez ugyanez a síben is. És olyan egy olimpia, ahol mit tudom én, neked ott van az esélyed, hogy jön a menzára be tálcával az Ovecskin, és akkor azt mondod, hogy életem csúcsa, mert csinálunk egy közös fotót, azt közben elfelejtett, hogy egyébként te sportolok, ilyen neked van egy célod. Tehát ez az egyik fajta. A másik, hogy az ember az előbb említett példa alapján meglátja ezt a világsztárt, és összeesik, hogy mit keresek én itt? Mi az, hogy én itt vagyok? Hát ez álljon meg a menet. Na most ugye, ha az ember ezt a két veszélyt erre felkészül lelkileg, és ezt tudja kezelni, és csak a saját dolgával foglalkozik, és akkor vált három mondatot mondjuk egy leány olimpián a Nadallal, vagy a Kobe Bryant-tel, amikor már a saját céljait teljesítette, akkor rendben van olimpia. Ameddig a saját célodat nem teljesíted, ki kell zárni a világot. Most azért nagyon nehéz, mondjuk a nyári sportolók esetében 10.500 jelenlévő világsztár között kizárni a környezetedet.
Igen. Mert gyerekként úgy kezdte sportolni, hogy szeretné egyszer olimpiára jutni. Most itt vagy, és az, amit esetleg irigyeltél, azt át kell lépjed, ameddig a saját feladatod van. Tehát ezért nagyon szerencsések a vívók. Az első napokban gyorsan megnyerik az aranyat, aztán kezdve turisták. Ehhez képest a vízilabda döntő az mindig a maratoni futásra az utolsó nap van. Tehát mi a nyitó ünnepségre azért nem jártunk el soha, mert nekünk rögtön meccsünk volt, és hát mi nem ünnepelni mentünk, hanem nyerni. A utolsó nap után pedig, hogyha megvolt ugye az arany, akkor pedig saját baráti körben, hogy így mondjam, magunkba mentünk, és nem mentünk el az áruünnepségre se, úgyhogy én nem ismerem, most sok olimpián voltam azt, hogy milyen hangulata van a nyitóban az áruünnepségnek, de viszont azt ismerem, hogy milyen a lelátóról, vagy a medence széléről nézni a játékosaimat, és hallgatni a magyar rímuszt. Említette, visszatérjünk gyorsan a vezetői kvalitásokra, meg hogy nyisd ezt ki egy jó edzőt, és hogy az nagyon megfogott, amit mondott, hogy igen, automatikusan, ugyanúgy, mint mondjuk az állatorvosnál, vagy pedig egy üzleti életben, egy cégnél nem tesz automatikusan jó vezetővé valakit az, hogy bizonyos évet ott eltöltött, vagy bizonyos tapasztalata van abban a közegben. És ahogy kihallottam, hogy lehet, hogy ezeket a vezetői kvalitásokat ezt üzleti oldalról hozza, illetve ott tanulta, vagy milyen készségeket, hol szeret össze készségeket, mert ahogy a versenyzőit is, a sportolóit is beosztottaknak nevezte, hogy... Azért neveztem, hogyha esetleg egy cégvezető nézi, akkor emlékeztessem, hogy még akár hasznos is lehet, nem csak szurkolói füllel hallgatja, amiről beszélgetünk, hanem esetleg saját képességeinek a hasznára is fordítja. Ezek a vezetői kvalitásokat honnan hozta? De tényleg azok egyébként össze. A játékosok egyetőnek a beosztott. Ez így van. Figyelj, én nem gyakoroltam üzleti életben vezetői beosztást, kivéve, amikor a szövetségi kapitányi időszakomat követően 6 évig elnök voltam. Akkor igen. És azért azt is meg kellett tanuljam, ami eltérő, egy olimpiai arannyalról álmodozó világsztár játékos beosztotta dolgozni, vagy pedig egy a gazdasági és szakmai jellegű életben egy céget vezetni, és ott ezekkel a beosztottakkal dolgozni. Nyilvánvalóan egészen mások a motiváció. Tehát nagyon boldog volt a szövetség munkatársa, amikor megrendeztünk egy világversenyt magas szinten, és vége lett, és ugye a vendéglátó legszebb pillanata, amikor a boldogan távozó vendégeinek a hátát látja a bejárati ajtónál. Mi is, amikor fél évet, 8 hónapot készültünk egy Európa-bajnokságra, egy Bajnokok Ligája 6-as döntőre, egy Világliga 8-as döntőre, stb. Akkor, amikor az egészet lefújták, és már az összes politikus, amit akart, érmet, kupát átadott, végig tapsolunk a látom, mert én ezeket mindig kihagytam. Akkor összenézünk, hogy na, egyrészt megúsztuk, nem volt balhé. Másrészt egyébként meg úgy látjuk, hogy mindenki örül, akár legyen sportolóról szó, akár sportszakemberről, akár szurkolóról, akár nemzetközi sportdiplomatáról, akár magyarországi vezetőkről. Tehát jól dolgoztunk. És ez volt nekünk, ha úgymond a glória. Ez a játékosnál sokkal egyértelmű. Igen. Nyakában akasztják az aranyat. Ott van a végeredmény táblán. Megfutatja a kupát. Így van, tehát azért az a fajta motiváltság, hogy te országosan ünnepelt hős legyél, és a benzinkúton a számlára autogramot kér tőled egy másik tankoló autós, az a fajta motiváltság és glória esélye nincsen meg a gazdasági életben. Tehát mit tudom én, egy sikeres üzletkötő, egy biztosító cégnél, az ezt a fajta elismerést, erkölcsi elismerést, azt a kollégáitok kaphatja meg, akik tudják ezt róla,
meg nyilván a feleségétől, aki meglátja a bankszámlát, de egyébként elmennek mellett az utcán. Igen, és említette, hogy így országosan ugyebár, amikor megtörténik a nagy sik, az arany igazából, mert hogy hát a mi esetünkben csak az volt, igen. Igen, de hogy egy ezüstnél már akkor jött a kritika, és hogy viszont ezt a fajta kudarcnak a feldolgozását, illetve a csapatnak az összetését, vagy azt látni, hogy egyes versenyzőket gondolom mélyebben megérint ez a külső fajta megítélés, mint másokat, ezt hogyan tudta előrefelé mozdítani, illetve csatornázni abban, hogy mondjuk fejlődjenek és jobban készülnek a jövőben? Nézd, nekünk ugye tisztában kellett legyünk a saját magunkkal szemben támasztott elvárással, amivel tisztában voltunk, és azt is helyén kellett tudni kezelni, amikor ez is vagy bronzérmet nyertünk. És nyilvánvalóan egy sportolónak az a dolga, ha mondjuk egy kéthetes világversenyt végigjátszol összesen 8 meccset, és abban van egy vereség, az elődöntőben, akkor bronz lesz, vagy a döntőben, akkor ezüst, akkor az, neked az a dolgod, és ez velünk így is volt, hogy hónapokon keresztül azzal az egy meccsel foglalkoztunk, amit elrontottunk. De a szurkoló az viszont megteheti, hogy rengeteg olyan élménye volt. Ugye ezért különleges sportág a csapatsportág, mert nem csak, hogy sokáig tart egy mérkőzés, amit a szurkoló végig tud izgulni, hanem sokáig tart maga a világverseny. Mm. És egyre jobban fokozódik az érdeklődés, az izgalom ebben az irányban. Tehát szemben, mit tudom én, egy torna olimpiai arannyal, ahol jó esetben kevésbé felcsigázott néző a tévé előtt ülve 50 másodpercig nem vesz levegőt, és akkor a végén kiírják a pontszámot, és akkor legvégén majd elnézés, és akkor nagyon boldog. Ez nem az az emlékkép pár évvel később, mint ha te végig szurkoltál 8 meccset, és uram, bocsánat, az utolsó 3 meccsen a csapat nyer, mert az olyan egyet döntő. De az utolsó 3 meccsen a csapat egyszer kikap, és akkor nem lesz aranyérme, vagy esetleg még érme sem, mert a negyed döntőbe kapsz ki, akkor még érme sincs. A csapat ezen a meccsen elrágódik, de a szurkolónak marad egy csomó győztes meccs az emlékében. Ezért volt az, hogy mi ezüst vagy bronzérem után ugyanazon a benzinkúton ugyanúgy autogramot kértek, és annyit mondtak a szurkolók, hogy gratulálok. Persze aztán volt olyan szurkoló, hogy azért én gratulálok. Ez az azért én, ez azt jelenti, hogy azért, mert nem nyertem, azért én gratulálok. Mindig elmosolyodtam magam, és nem azért, mert arra gondoltam, hogy a szurkoló az a még soha büdös életben nem volt a világon valamiben második, de még harmadik se, hanem az, hogy tényleg micsoda csapatom van, micsoda játékosaim vannak, hogy egy VB, EB, ezüst vagy bronz után ez a, az a mondat, hogy az a szó, hogy gratulálok, mondattá bővül, 3 szavas mondattá, hogy azért én gratulálok. Tehát ezzel mi együtt éltünk. Én nyilván, mint a vereségért leginkább felelős, engem jobban megviseltek ezek a vereségek, és egy-egy ezüst vagy bronz. A játékosaim, akik azért megtalálhatták egy vereségen belül is azt a saját sikerélményt, hogy egyébként ő jól teljesített, ők hajlamosabbak voltak, nem jól fogalmazok, ők engem ilyen helyzetekben mindig föl tudtak egy kicsit dobni, azt mondták, hogy hát azért egy VB ezüstünk van, nehogy már lógasd az orrod. Hát mondtam, gyerekek, azért ma vesztettük el a döntőt, azért estig hagyd légy szomorú. Tehát, hát önt jobban megérintette egyébként, mint sok játékos? Engem jobban, mert én ugye kívülről tisztában is látok mindent. Uh-huh. Hát konkrétan nem hiszem, montreali VB döntőn 8 hétre kikaptunk, és utána Kása mondta nekem, hogy hát azért, mert ugye elmondtam nekik, utána a meccs után beívtam őket a szobámba, elmondtam nekik a problémákat, amiket láttam. Egy kicsit ugye, azért nem volt egy szerencsés helyzet. Ugye Athént követően az előző 2 szezonban, tehát 2003-2004-ben nyertünk 4 aranyat, 4-ből. Jött a 2005-ös szezon, és nyilván, hogyha egyfolytában aranyat nyersz, akkor nehezen tudod elképzelni, hogy ez most már nem marad így örökre. És olyan volt a versenynaptár, hogy nem tudta a csapat lelkileg egy idő után kezelni
azt a 4 hetes tengeren túli időszakot, ami volt 1 hét meccsek New Yorkban, utána 1 hét edzőtábor New Yorkban, majd 2 hét VB Montrealban. Na most, 2 játékosom felesége utolsó napos várandós volt. Az összes többi játékos is lelkileg így, hogy amúgy már nagyon-nagyon szeretett volna hazamenni. Ugyanakkor mégiscsak ez egy világverseny volt, és azt mondhatta bárki teljes joga, hogy az ellenfeleknek ugyanez a naptáruk volt. Csak mondjuk ott volt a mezőny fele, az nem New Yorkban volt 2 hetet, hanem Torontóba, és onnan ment Montreába. De facto azért jobban megviseli egy aranyérmekkel teletűzdelt, és az idei győzelmet tulajdonképpen villámgyorsan bekasszírozni akaró csapatot, mint azt, amelyik 4-szer az ellenfelet nézte a dobogó tetején. Ők azért valamivel jobban bírták ezt az 1 hónapot. Olyan volt az egész VB, az utolsó 3 napra már a csapat annyira a beszállókártyát várta, nem pedig a magyar himnuszt, hogy visszaesett a teljesítményünk, nagy nehezen megnyertük az elődöntőt, és nem nyertük meg a döntőt. Elolvadtunk, mint a jégkocka a napon. Tehát 2 hét első napján még acélosak voltunk, ugye új ingerek, stb., és ahogy ment előre, nem a feszültség, meg nem a tét, hanem a mikor mehetünk már haza. És ez pont, valószínűleg meg még egy apró példa, Fukuokai VB-n megyek le a szállodába, a spanyol-szerb döntő volt, 2001-ben. Megyek le a szállodába a halba, és ott látok rengeteg sportáskát, és mindegyiken ez az SRB, tehát a Szerbia rövidítés. Mondom, ezek döntőt játszanak, mit csinálnak. Kiderült, hogy úgy vettek repjegyet, hogy a döntő az nem tudom, 3-kor van délután, este 8-ra vettek repjegyet. Most el tudod képzelni, hogy lemész a döntőre az oszodába, miközben a busz tele van a podgyászaiddal, meg az egész csapat podgyászai, azt látod, hogy indulunk haza. Az, hogy közben van még egy meccs, az ilyenkor, hogy mondjam neked, persze van egy VB döntőm, de megzavarja az agyokat. Abszolút. Én ott mondtam a Benedek Tibinek, hogy hát, a spanyolok nyernek. És 4-2-re az egyébként gyengébb spanyol csapat megverte a szerbeket. Hát egy kicsit ez volt. Ezt most csak azért mondom, hogy ebben a helyzetben egyébként a kása engem megnyugtatott, hogy hát azért egy VB ezüstön megyünk haza. Engem persze rohadtul zavart, hogy nem aranyjal, de utólag azt kell mondjam, hogy egy kicsit meg volt írva annak az évnek a versenynaptára szerint. Azt csinálhattuk volna talán, hogy nem megyünk el a világliga meccsekre New Yorkba egyáltalán. Ugye azon is gondolkoztam, hogy abban az 1 hétben, ameddig kinezőt áboroztunk, visszajövünk. De hát azért 6-7 óra időeltolódást oda-vissza csiki-csukiba játszani, akkor lehet, hogy az okozott volna a feszültséget. De nem volt már jó megoldás. Mi lett volna, ha kérdések? Igen, de én már én előtte is ezeket végig gondoltam. Tehát most elmondom, hogy én előtte ezeken vaciláltam. Még talán meg is kérdeztem 1-2 játékost, hogy mit szólnának hozzá, és akkor azt mondták, hogy hát majd ott eltöltjük az időt New Yorkban, ezért sok látnivaló van, sok átélnivaló van. Hogyne. Így úgy. Amúgy hát nyilván 2-3 napra elengedtem őket akkor. De utána gyönyörűen játszottunk. Tehát nem volt ezzel semmi gond. Egyszerűen a legvégén besokalt a csapat a 30 nap tengeren túli folyamatos időszakkal. Ráadásul azzal, tudva levőleg, hogy ugye az arany nekünk már olyan volt, hogy kihúzzuk a polcot, azt kivesszük a, mit tudom én, a köszörűkövet, mert életlen a kés. Körülbelül. Igen, és hogy ezek az apróságok egyébként, amire kitért, hogy a játékosoknak az életében egyébként milyen egyéb apró dolgok voltak otthon, feleséggel, akár családdal, bárhogyan. Ezek, amiket ugyebár a szurkoló nem tud. Nem csak a szurkoló, én csak... azt sem mondom, hogy nem tud, mert esetleg meg tudja, meg egy-egy interjúból kiderül, de szurkoló odáig nem jut el, de ez, amikor hogy ez leül, bekészíti a pezsgőt, hogy most egyébként az a játékos ma picivel halványabban fog játszani, és benne marad 1 vagy 2 gól,
Mert ikerterhes a felesége, tehát, és tudom én, 10.000 kilométerre vannak egymástól. Vagy pedig, hogyha megnyeri, akkor, akkor ezt azzal a kontrasztban mérje, hogy, hogy volt ez a hatalmas lelki, még egyéb dolog hozzá, és még ennek... Ez... Még a játékos se jut el ezzel. A játékos is úgy gondolja, hogy én tettem a dolgom. Abszolút. Igen, akinek ez a feladat jut, az egyedül az edző, azon belül is csak a vezetőedző, mert minden felelősség az övé, hát ugye... ha másodedző, vagy segédedző, vagy gyúró, vagy orvos hibázik, az első mondat az, hogy hát, de hát a főnök választotta. Tehát minden felelősség a főnök nyakán van, vagy vállán van. Most erre azt tudom neked mondani, hogy te nem csak egy, mit tudom én, egy 1.56-ot, 200-on 1.56-ot úszó pólósra, ami pólóstól egy nagyszerű fizikai paraméter dolgozol, hanem egy sportemberrel dolgozol, és a sportember szóban nem csak a sport van benne, hanem az ember is. Lehet egy párkapcsolati krízise, lehet egy családi tragédiája. Volt olyan játékosom, aki egy nappal az Európa-bajnokság nyitó mérkőzés előtt kapta a telefont, hogy édesapja meghalt. És akkor hát kiment a szálloda parkjába, én ott ültem a recepción, én tudtam meg először, mindenki más aludt, mert délutáni pihenő volt, és akkor mondtam, amikor sétált egyet, odasúgta nekem, hogy mi történt, sétált egyet, fél óra visszajött, megvártam, és mondtam, hogy rendelek egy autót, hogy téged hazavisz, mert szomszédos országban volt ez az örökbajnokság. És akkor azt mondta, hogy kicsit gondolkodik, és azt mondta, hogy itt akar maradni. És egyébként jól játszott, és egészen az örökbajnokság végéig egy szót nem váltottunk erről, de én folyamatosan figyelembe vettem, hogy bizonyosan ez nem azt jelenti, hogy egy hibát nem kérek számon, vagy nem beszélem meg bele. De nyilván más tapintatú kesztyű volt rajtam, hogyha őróla volt szó, mint a játékostársairól. Na most ez egy olyan példa, ez egy drasztikus példa, vagy egy párkapcsolati krízis, hogy tudom, valaki elveszti a párját valamiért. Ugye, vagy az ő hibája, vagy a csaj hibája, ugye nekem fiú játékosok voltak, de elveszíti, és ez lehet, hogy megkönnyebbül, és sokkal jobban kezd tőle játszani, ez a szerencse, szerencsés eset, de az is lehet, hogy fél évig, egy évig, másfél évig megviseli. És ha megviseli, az beviszi a vízbe. Na most ez egy döntés ilyenkor, hogy azt mondom, hogy addig, ameddig nem egyenesedik ki a jövőképe, addig nem válogatom, vagy válogatom ezekkel a problémákkal együtt, mert egyébként annyira jó játékos, hogyha mondjuk 70%-on teljesít, az is jó. Akkor is. Vagy minden meccsen figyelek, hogy legalább maga a meccsnek a 1 óra 10 perce legyen az az időszak, amikor elfelejti a magánéleti gondjait. Én például magamon vettem észre egyetemista koromban, hogy ugye amikor vizsgára készülsz, az egy komoly megméretetés, próbatétel, anatómia vizsga 800 oldal. Van rá 2 heted. És a tételek olyanok, hogy fél oldal egy tétel, magyarul nem elég, hogy azt a 30 oldalt nagyjából tudod, hanem azt a fél oldalt kell mondani, amit húztál. Na most, hát nem bírsz aludni, ahogy közelik a vizsga, egyre jobban úgy érzed, hogy semmit nem tudsz, stb. 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 De ugyanakkor edzések vannak, mert ugye sportoló vagy, és azt vettem észre, hogy az egész nap tanulás és feszültség, hogy fogok-e tudni jól teljesíteni majd a vizsgán, vagy nem, ez abban a másfél órában, ameddig vízben voltam, a bemelegítés végétől, egész addig, amíg nem mentem le az zuhanyba a Margit szigeten mondjuk a fedettből, és nem kezdtem el öltözködni, megyek haza, és folytatom a tanulást, addig elfelejtettem. És ennél fogva utána sokkal jobban tudtam haladni, mert újból el kellett jussak a feszültség állapotba, és az alatt meg sokkal jobban haladtam a tanulás. Na most, ezt csak azért mondom, hogy például egy olyan krízisben, ami ér egy játékost, és nem sport alapú, maga a sportolás egy segítsége. Ott, ameddig csinálja, nem gondol erre. Másik két játékosom, mind a kettő olimpiai bajnok, testvérek, elveszítették az édesapjukat reggel 6-kor, este 6-kor, vagy este 7-kor a klubcsapatoknak egy nagyon fontos mérkőzése volt Komjádi Uszodában,
megnyerték, és ez a két játékos játszott magasan a legjobb választ. És én, engem kérdeztek újságírók már délután, hogy most mi lesz, mert ez történt, és este meg meccs van, meg ez, én mondom, biztos, hogy jól fognak játszni. De hülye vagy. Az egész nap lelki állapotában volt egy óra, hogy jól érezték magukat, mert vízilabdáztak. És nem gondoltak arra, ami egész nap bennük volt. És lefújták a meccset, és elkezdtek zokogni benne a vízben, egymás vállára borultak. De a meccs alatt biztos vagyok benne, hogy a nap legszebb órája a meccs volt. Nem azért, mert jól játszottak, hanem mert vízilabdáztak. Valamiért csináltak, mi elmondta a figyelmüket attól, ami viszont borzasztóan nyomasztotta őket. Úgyhogy én azt érzékelem, most visszamegyünk, hogyha van valakivel valamilyen típusú probléma, azért az még segítség is lehet, hogy sport. Abszolút. És ez az érzelmesség talán az, amit hogy igen, hogy jól tudnak csatornázni és be tudják vinni, akkor még előre is tudja őket lendíteni. Illetve azt még megkérdezem, hogy ez az érzelmekre való reflektálás, ez az érzelmi intelligencia, ez mindig jellemző volt az életére, vagy erre érzékeny volt az életében más területen? Nézd, de ez a kifejezés, ez az én gyerekkoromban nem volt hétköznapi, tehát az Angyalföldön, vagy Zuglóban, vagy a Margit-szigeten, de még Rózsadombon sem nagyon emlegették, hogy kinek milyen érzelmi intelligenciája van. Szövetségi kapitányi éveimben kezdtem hallani, újságíróktól, ismerősöktől, barátoktól, hogy nekem ez magas szintű. Uh-huh. Örülök. Nem tettem érte semmit. Ha kialakult bennem, akkor lehet, hogy az alakult ki bennem, mert ahogy én fölnőttem, az egyfelől a családi környezet, másfelől az iskolai harmadik részt, vagy talán akár elsőnek is vehettem volna az úszodai környezet, az valószínűleg ezt kialakította bennem. Tehát én, ugye a polósok mind stricik, mind átvágják az ellenfelet, a bírót, még a saját edzőt is, ugye télen, amikor nyitott uszodában gőz van a medence, a vízfelület fölött, akkor a félpen a visszafordul, nem látja az edző, és a többi, és a többi. Ezeket a dolgokat nyilván minden polos megtanulja. 12 évesen tudjuk már, hol van a női öltöző, és hogy melyik ablakon lehet belátni, és a többi, és a többi, de ez nem azt jelenti, hogy az ember egy haramia. Tehát a kettőt össze lehet kapcsolni, tehát az a fajta vagánság, stricziség, ami kell egy komoly nemzetközi eredmény eléréséhez, attól még az emberben lehetnek érzelmek, attól még az érzelmeket, ahogy ez a kifejezés mutatja, lehet intelligensen valamennyire irányítani, és ebben egy edző esetében a dialektizmus az érdekes, a fontos. Magyarul nem az, hogy érzelmi intelligenciám van magammal szemben, hanem érzelmi intelligenciám segít az aktualitásokat még jobban kezelni a közvetlen környezetben, ami a csapatom. Értem. Vagy egyéni sportolónál is, meg csapat sportolónál is, egyéni sportolók is többen tartoznak egy edzőhöz, az is egy csapat, nem is csapat szinten versenyez. Mondjuk azt, hogy tehetséges volt akkor az emocionális intelligencia. Ebben szerintem ez belé nem. Valamennyi tehetségem volt abban, hogy legyen érzelmi intelligenciám. Nyilván, hogyha abszolút egy bukó vagyok, és most a szónak a pejoratív értelmében egy paraszt, akkor lehet, hogy nem tudott volna kialakulni. Valószínűleg nem ez voltam, de hogyha nem ilyen a környezetem, akkor sem alakul ki. Értem. Tehát a környezetnek nagy hatása volt. Hát én azt gondolom, hogy legalább annyi volt a környezet, mint amennyi belém született. És hogy ez a környezet, ez csapatra volt értendő, vagy vezetőkre esetleg, akik korábban kísérték? Hát nézd, az edzők mondatai, ugyanúgy, mint a szülők mondatai, egy bizonyos kor után visszatérnek az ember fülébe. Tehát amikor a szülők mond papol, vagy az edző papol, akkor a gyerek vagy a játékosnak borsózik a háta. Azt eltelik egy 10-20-30 év, és akkor elkezdenek ezek a mondatok neki csengeni a fülébe, esetleg az értelmét alkalmazza, vagy visszaigazolva látja, és azért bízom abban, nekem három fiúgyerekem van, hogy amikor én mondjuk szerintük papolok, az most papolás, de egyszer majd segítség lesz. Tehát 22 edzőm volt, én attól is lehettem
eredményes edző, és nem csak a magyar válogatott élén, hanem már Olaszországban, hogy pont azokat a vezetői készségeket, amiket sehol nem tanítanak, és a saját bőrünkkel kialakítsd magadnak, azokban az esetekben, amikor vezetői jellegű döntést kellett hozni, akkor nekem mindig ott volt az a 22 edző emlékkép tárház, akiktől döntéseket, mondatokat, cselekedeteket föl tudtam magamban idézni, és támpont volt ahhoz, hogy milyen döntést hozzak. Nem egy az egyben minta, de én mondjuk például tudtam az ő döntése egy eredményét is, hogy a rég történt. Tehát mindenképpen lehet, hogy nem lehetett ráhúzni az aktuális helyzetre, de valamennyire azért csak segítség volt, és az például, hogy az ember ennél fogva hátrafelé is néz, és belenéz a múltjába, az abszolút szerintem szükséges, mert segíthet. Ha nem tud segíteni, akkor nem kell alkalmazni. Értem. De az, hogy meg se adod az esélyt arra, hogy a múltadból elővegyél valamit, az butaság. Hogyne. És ha nem is arra példa, hogy oké, mit kéne alkalmaznom a múltamból, ha arra is lehet példa, hogy oké, így nem, tehát hogy valami mást keresni, mert hogy az nem működött mondjuk a múltamban. De mindenképpen a múltja az ember az egyetlen dolog, amiből tud táplálkozni. Az, hogy nem működött az a döntés, amit akkor hozott az akkori főnök, az egy nagyon komoly segítség. Abszolút. Mert az legalább egyet kizársz a megoldások közül. Így van. Tovább menve a tehetségnek a kérdésén, hogy ez mindig föl szokott merülni nálam is, hogy én a tehetséges embereket önmagában, aki csak tehetséges, azt valahol szerencsétlennek tartom egyébként egy olyan emberrel szemben, aki mondjuk szorgalmas. Mert valahogy a nagyságnak a kialakulása szerintem mind a kettőből kell, hogy legyen egy sportolóban például. Hát ebben nagyban nem értünk egyet, hogy az elején mondtam, hogy a tehetség kifejezés tartalmáról szívesen beszélek. És pont ezért szerintem a tehetségnek része a szorgalom. Tehát ha valaki nem szorgalmas, akkor nem elég tehetséges. Most nem azért, mert a Tibortól ugye a tragédia kapcsán sokszor idézték, hogy az én tehetségem az akaratom volt. De én például a Törőcsik András kapcsán emlegetem, mind a mai napig én imádtam. És állandóan olvastam, és el is hittem, hogy ez így van, hogy borzasztó tehetséges, csak nincs meg elegendően hozzá a feje. Ezt mondták mindig róla az akkori szakírók. És én szépen lassan magamban kialakítottam, hogy hát akkor nem elég tehetséges. Mert a tehetségnek része az is, hogy megvan a fejed. Hát mi ugye hajlamosak vagyunk, vízilabdásnál, labdarúgónál, mit tudom, kézilabdásnál, kosarasnál pláne, gömbérzék alapján azt mondani, hogy valaki tehetséges. Vagy a pólóban a vízfekvés alapján, mennyire siklik a vizen, ennél fog mennyire gyors, mennyire könnyed. Most a Varga Dumi az egy ilyen zseniális, olyan dolgok születtek bele, amiket nem lehet tanítani, de ha nem hajtaná végig az úszóedzést, ha nem vennék komolyan a tornatermi edzést, és többi, és többi, akkor nem lenne a világ egyik legjobb játékosa. Tehát igen. Ő azért tehetséges, mert nem csak beleszületett genetikai dolgai vannak, hanem karakteriális, mentális háttere is megvan. Ha valakiben ezek a dolgok nincsenek meg, akkor az leviszi, ha a tehetség maximum 100%, akkor leviszi 50-re, 40-re. És marad az, hogy le tudja venni a 40 méteres keresztpaszt a futballpályán, úgyhogy nem pattan el a labda. De attól az még nem tehetség, az én olvasomban. Gyerekként azt hittem, hogy az, mert ezt súlykolta mindenki. És abszolút látom, hogy nem lesz akkor látható igazából ennél az embernél az, hogy ő akár nem rendelkezett a dolga. Igen. Figyelj, magyar válogatottban ugye 21 olimpiai bajnok lett az én vezetésemmel. Egyetlen egy játékos nem tudok neked közülük mondani, aki ne lett volna szorgalmas. Aztán persze vannak kilengések, amikor az ember úgy érzi, hogy na, ma este még elmegyek a haverokkal sörözni, mert a, mit tudom én, holnap utáni meccsehez. Ezek általában megúsztuk. És a válogatottnak az összerakásánál ez a része például mennyire volt nehézkes, hogy rengeteg olyan tehetséges, szorgalmas, tehát komplexen tehetséges
sportoló volt, vagy pedig egyértelmű volt igazából, hogy a válogatás. Hát nézd, aki nem felelt meg ezeknek a kritériumoknak, az nem kerülhetett be. Azért nekem nagy volt a választékom. Tehát ha valaki nem volt genetikailag pólóra predesztinált, akkor nem hívhattam be. Ha valaki behívtam, mert nagyon tetszett a lelátóról nézve a klubmeccsen, vagy kiderült a válogatottban, hogy olyan karakteriális vagy sportemberi hiányosságai vannak, ami fontos, akkor utána többet nem hívtam. De nem egy ördöglakat ez. Válogatott kapitánynak ennél fog könnyebb a dolga, de a felelőssége is sokkal nagyobb, mert amikor te kijelölsz 13-at, az azt jelenti, hogy legalább 10 olyan játékost itthon hagysz, és elindulsz egy világversenyre, aki különben válogatott szintű játékos. De mondjuk 23-25-ből választasz egyszer 18-at, másodszor meg a 18-ból 13-at, ez kétszer is nehéz döntés, és ha egyszer eldöntötted, akkor ők vannak és kész. Nem lehet, tudom, egy hét után hazatelefonálni Aténból, hogy jöjjön ki X, mert Y igen, nem játszik igen. Jól, mert rosszul választottam. Igen. Ott csak azt tudod tenni, hogy eléred, hogy az, aki addig nem nyújtott jót, az a maradék meccseken javuljon. Értem. És erre nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy egy ilyen világversenynél például, hogy egy vezetőedzőnek mennyire kell, kb. Milyen százalékos arányban kell arra fókuszálnia, hogy mi megy a medencében, mi megy a versenyen magán, az edzéseken és a rákészülésnél, és milyen százalékban kell az, hogy azon kívül a csapat hogy érzi magát, mentálisan hogyan készül fel el az egészre. Igen, minden összefügg. Így van, minden összefügg. Például ugye a témban, ez is most itt fölmerült sok helyen, minden meccs előtti este a játékosok elvonultak külön. Most itt azért ez nyilván egy szövetségi kapitány az abszurdom azt mondom, ezt meg tudja akadályozni. Vagy elő tudja segíteni. Ha én azt láttam, hogy ezek az egymás közti beszélgetések, amik nem nyilván szakmai döntésekről szóltak, mert azt rám bízták, hanem azt bőven átlépve olyan lelki dolgokat erősítettek egymásban, ami így működött, akkor hülye lettem volna, és nem is tettem ez ellen semmit. Ezek szükségesek. Vagy utolsó csoportmeccset megnyerjük, ez volt a magyar-orosz, 3 napig nincs meccsünk, aznap este elengedtem őket, reggel 6-kor úgy vettem észre, hogy hazajöttek, hogy egy érintőztek a folyosón. Azt hallottam az ötös futballabla puffogását. Fölkelt keljek, mert ugye ugyanabban az épületben, egy 3-szintes épületek voltak a faluban, más sportág versenyzői is laktak, akiknek esetleg aznap versenyük volt, és rájuk kellett szóljak, de ezek szerint 6-kor jöttek haza. Mert az nem életszerű, hogy hazajössz 4-kor, mondjuk megittál pár sört, és akkor 2 óráig nem tudsz még aludni, azt 6-kor elkezdesz egyébként. Engem nem zavart, mert én mondtam nekik, hogy aznap vagy nem lesz edzés, vagy este ott a faluban ott volt egy úszoda, ott egy ilyen kis átmosó, lazító, frissítő, könnyed úszás lesz, hogy aztán másnap, meg még következő nap készüljünk elődöntőre, mert azzal, hogy csoportesek lettünk, megúsztuk a negyeddöntőt. Tulajdonképpen a negyeddöntőnk, az utolsó csoportmeccsünk volt, mert ha ezt nem nyerjük meg az oroszokkal szemben, akkor mi játszunk negyeddöntőt, és nem ők. Így viszont ők játszottak, és visszakaptuk őket az elődöntőre. Tehát nagyon érdekes volt az athéni olimpia. A csoportban meg kellett verjük a szerbeket, meg a horvátokat is, de a szerbeket, meg az oroszokat. Majd az elődöntőben újra az oroszokat, a döntőben újra a szerbeket. Tehát azért ott kétszer kellett megverjük az ezüst, és kétszer a bronzérmest. Ami nagyon nehéz, mert nehéz meccsek 2 héten belül ritkán végződnek ugyanolyan végeredménnyel. Hajlamos az első meccsen győztes csapat úgy érezni, hogy akkor meg lesz, meg 2 hete nyertem, vagy 10 napja nyertem. És az pedig már nem jó tanácsadó. Úgyhogy az nagyon-nagyon nagy dolog, nem tudom, emlékszel a 14-es EB-re, Budapesten a Vízadó Szövetség szervezte, megvertük magabiztos játékkal a szerbeket a csoportmeccsen, a Tibi volt a szövetségi kapitány, a döntőben meg már 6-1 volt oda, mire a csapat elkezdett jól játszani, és simán kikaptunk. Tehát a csoportmeccs előtt megérkeztek Szerbiából sportvezetők, sportminiszter, megkérdezte tőlem, hogy mi lesz az eredmény. Mondom, azt nem tudom, hogy mi lesz az eredmény, de aki ma kikap, az megnyeri a VB-t.
és elkezdett röhögni, és elkezdődött a meccs. És zseniálisan játszottunk, megnyertük a meccset, és akkor utána odajött hozzám, és mondta, hogy hát legyen úgy, ahogy te ezt jóslod. Mondom, én meg már most nagyon bízom benne, hogy fasságot mondtam. Már elnézést megbánunk. Kik fogják látni. Most csak idéztem azt a beszélgetést. Abszolút. Gyönyörű, és rengeteg tényleg dologra kitérhetnénk még, de van pár kérdés, amit interjúk végén meg szoktam kérdezni az alanyoktól. És az egyik ilyen kérdés az az, hogy milyen olyan könyv van, amit mindenkinek, vagy akár edzőknek speciálisan el kell olvasniuk feltétlenül, ami viszont mozgással nem hozható kapcsolat, tehát edzéssel nem kapcsolatos, de bármi másról egyébként. Nézd, most kapásban nem tudok más mondani, csak azt, amit az Endre Judit írt rólam, nem tudom, hogy olvastad-e. Azt nem. Az a címe, hogy Kemény üzenetek. Azért mondom, mert az Noa Vízilabda Szövetségi kapitánnyal készült interjúkönyv, de cégvezetőknek készült. Magyarul egyáltalán nem megy bele olyan sportszakmai területre, ami ne lenne hasznos, akár egy cégvezető, akár egy olyan elsősorban csapatsportban dolgozó edző számára, aki nem pólós, nem pólóval foglalkozik, mert átlépi a pólót, sőt nem foglalkozik a póló szakmai részeivel, sem emberelőnyel, sem olyannal, ami egy pólóedzőnek érdekes lehet. De egy pólóedző is tanulhat belőle, mert ő meg a szakmai részt azt vagy tudja magától, vagy mástól, vagy másképp, de nagyon sok olyan dolog van benne, amiről mostanában beszélgetünk itt ebben az egy órában. Abszolút. És nem lehet kapni, tehát mindenkit megnyugtatok. Nem azért mondom, hogy fogyjon, mert már nem tudom hány utánnyomás volt, sokszoros a mai átlagos példányszámoknak, ami könyvekből megjelenik. Talán a Juditnak a honlapján, már Endre Judit honlapján, ha neki az ember ott az infokukacon ír üzenetet, akkor Judit elküld a garázsból delikálva egy-egy példányt. Tehát azért hozzá lehet így jutni, de már online sincs, mert és mondom, nem azért mondtam, hogy most reklámot csinálják könyvnek, de ismerek olyan cégvezetőt, aki noha Judit néhány oldalanként újra meg újra vastagbetűvel kiemelt a válaszaimból félmondatokat, saját maga kijegyzetelte kockás füzetbe az egészet, és használja a napi munkájával. Na de, hogyha használni tudja egy cégvezető, akkor valószínűleg használni tudja egy edző is. Abszolút. És mondom, egyáltalán nem megy bele specifikusan vízilabda kérdésekbe. Mert ezek univerzális alapelvek és gondolatok. Én azt gondolom, igen. Tanácsolom, hogyha van valamikor időd, mindenképp utána fog menni. Olvasgassál bele, mert érdekes. Értem. És egy másik kérdésem az lenne, hogy kit ajánlana erre a beszélgetésre, akinek az életéből, munkásságából tudnánk tanulni, mint sikeres vagy jó edző, akit ön annak tart. Magyarországon nagyon sok jó csapatedző van. Ugye a vízilabda világából most hát most, hogy már a Tibi ugye elhunyt, tudom mondani a Bíró Attilát, aki női szövetségi kapitány, átment ilyen döntéshelyzeteken, a Merz Tomit, aki a férfi szövetségi kapitányi klubedzők közül jó néhányat, most nem kezdem el sorolni, senkit nem akarok megbántani. Más sportákban pedig, hát én annyira nem ismerem őket, beszélgetni szoktunk, de a kérdéseiből azt tudom mondani, ugye most nem könnyen elérhető, mert Oroszországban él, hogy az Ambros Martin az engem elég sokszor megkeresett különböző problémákkal, ittunk egy kávét, elmondta, hogy mi van. Egy idő után pedig már csak igazából azért keresett meg, mert elmondta, hogy milyen helyzetben, hogy döntött, egy kicsit azt várta, hogy biztosan, hogy ez fasza lesz így. De őnál a kérdéseit, amit egy összeszedett és évente egyszer föltett nekem, az abból azt gondolom, hogy ő nem csak azt tudta megmondani, hogy kell egy helyzetet belőni, vagy hátul
az ellenfél helyzetére a védelemnek reagálni, hanem ahhoz is szépen egyre jobban értett, hogy hogy kell egy csapatot irányítani. Tehát sok nagyszerű magyar edző van, akik nagy eredményeket értek el, a Rádi Éber, a Mocsai, a Skalicki, most másik kézilabdást mondok, akiknek nyilván rengeteg tapasztalata van, de igazából mondom, akiről nekem visszacsatolásom volt személyesen, és nem vízilabdás, az két külföldi, az Ambros, meg a Márko. Rendben van, nagyon-nagyon köszönöm szépen, pont azért igazából is kérdezem ezeket a végén, mert szeretném összegyűjteni egy csokorba ezeknek az edzőknek a gondolatait, meg meglátásait. Akkor most én rájuk szabadítottalak? Lehetséges, hogy egy vissza fogom vezetni majd, hogyha túl sok e-mailre fogom bombázni őket. Jó, akkor de nagyon-nagyon-nagyon köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy rám szentel az idejét, a tudást és a történeteket. Jó. Köszönöm. Szia. Köszönöm, hogy velem tartottál a Daily Win Extra e-heti epizódjában. Ha bármilyen kérdésed lenne, vagy többet szeretném megtudni a munkásságomból, látogass el a benemarci.hu weboldalra, a Benemarci mozgás és mentálkos Facebook oldalra, illetve a Benemarci Instagram oldalra. Szép napot kívánok neked!